Sziasztok, Edina vagyok, 39 éves, Pécsett élek. Két gyermek mellett 95 kilóról indulva 20 kilót fogytam az Alanes segítségével. Nagyon vékony kislány voltam, anyukámnak mindig erőltetni kellett az evést, és amikor negyedikes voltam, akkor az osztályfőnököm készített velünk egy videót búcsúzóul az alsó tagozattal, amikor megkérdezte tőlünk azt, hogy mit üzenünk a 30 éves önmagunknak. Én akkor azt feleltem, remélem néhány kilóval nehezebb vagy már. Ez összejött. Onnantól kezdve, hogy elkezdődött a kamaszkor, gyakorlatilag folyamatosan híztam. Mindig is szerettem az édes ízeket, és az édességek fogyasztása az számomra jó érzés volt, és emiatt aztán rakódtak le a kilók fokozatosan. 18-20 évesen akkor még azt mondom, hogy elégedett voltam magammal, most egyébként pont annyi kiló vagyok, mint ennyi idősen voltam legutóbb. Megszülettek a gyermekeim, és hát nyilván a terhesség folyamán azért rakódott le rám némi súlyfölösleg mind a két alkalommal. Volt, amikor sikerült visszaszereznem a szülés előtti súlyomat, volt, amikor kevésbé, több diétát is kipróbáltam már, de tartós eredményt egyik sem hozott, mert mindig volt valami, amin elcsúsztam. A tavalyi karantén időszaka alatt, amikor otthon maradtam egyedül a két gyermekemmel, ők egyébként akkor 5 és 11 évesek voltak, minden nap főzni kellett nekik. Ekkor nyilván ugyanazt ettem, mint ők, az egyszerűség kedvéért, illetve rengeteg édességet fogyasztottam, valahogy így próbáltam kompenzálni azt a kimaradt örömöt, amit okozhattak volna a társas kapcsolatok, amelyek ilyenkor ebben az időszakban elmaradtak. Ez idő alatt, körülbelül egy év alatt, legalább 10 kiló volt az, ami rám feljött súlyban, és akkor döntöttem el azt, hogy ez így nem maradhat. A végső lökést azt hoztam, hogy decemberben kiderült, hogy asztmás vagyok, majd március elején volt egy ízületi gyulladás a térdemben. Ekkor az orvos azt mondta, hogy biztos, hogy oka a súlyom is annak, hogy ez az ízületi gyulladás kialakulhatott, és ekkor döntöttem el azt, hogy változtatnom kell, mert nem szeretnék 38 évesen ízületi problémákkal küzdeni. Beszéltem egy ismerősömmel telefonon, aki egyébként azóta az Alanes csapatot erősíti mentorként, és erről mesélt nekem a diétáról, hogy ő hogyan fogyott ezzel nagyon-nagyon sok kilót, és rendkívül látványos eredményeket ért el, és akkor döntöttem el azt, hogy ezt én is kipróbálom. Erre elmondta nagyrészt, hogy hogyan működik a diéta, és én még aznap este megrendeltem az online anyaggal együtt a diétás porokat, fehérje porokat. Másnap meg is érkezett a csomag, én pedig rögtön belevágtam az Alanes diétába. Az első három nap az nehéz volt, elsősorban azért, mert nagyon sokat kellett változtatni a korábbi étrendemen. A két gyerek mellett nem volt egyszerű megoldani azt, hogy nekik külön főztem, ugye akkor megint beszorultunk az otthonunkban a lezárásoknak köszönhetően. Nekik külön kellett főzni, és a saját magam étkezéséről is külön kellett gondoskodnom. Az első három napban, amikor elkezdtem inni a fehérjeporokat, azt éreztem, hogy mind a mellett, hogy nyilván kellett egy kis idő, amíg összeszűkült a gyomrom, és kevésbé éreztem éhesnek magam, de mégis valahogy tele voltam energiával. Azt éreztem, hogy kicsattanok. Aztán, ahogy eltelt a három nap, és már egyre több mindent lehetett fogyasztani, mindig hívtam a mentoromat, akivel konzultáltam azzal kapcsolatban, hogy akkor most mit is lehet folytatni, mi az, amit érdemes bevásárolnom, hogyha elmegyek a boltba. A következő bevásárlásnál már úgy készültem, hogy összevettem azokat a dolgokat, amelyeket a következő szakaszban lehetett fogyasztani. Ekkor már bejöttek ugye a tejtermékek, joghurtok, imádom a joghurtba kevert fehérjeporokat, nekem a kedvencem az epres. Amikor letelt a három hét, és még több élelmiszert lehetett fogyasztani, akkor még tágult ez a kör. Összességében egyébként nem volt nehéz tartanom a diétát, mert viszonylag egyszerű ezeket az ételeket elkészíteni. Az az igazság, hogy nem vagyok egy nagy konyhatündér, de mégis olyan motivációt éreztem azzal kapcsolatban, hogy saját magamra külön főzzek, és tartsam azokat a szabályokat, amelyeket az online anyagban olvastam, hogy mégsem okozott nehézséget az, hogy ezt szerint étkezzek. A gyerekek először furcsán néztek rám, amikor megláttak az én tányéromban valami zöld levest, akkor előfordult az is, hogy
tintorogtak és fújogtak. Aztán látták, hogy szívesen eszem, ők is megkóstolták. Már odáig jutottunk, hogy a rántott húst már csak közösen, útifűmaghéjból készülve fogyasztjuk el. Ők is szeretik, szívesen eszik, és azt mondják, hogy nem is érzik a különbséget. Amikor elkezdtem a diétát, beavattam ebbe a családomat is, nagyon támogatóak voltak ezzel kapcsolatban. Szerencsére mi elég sokat vagyunk együtt hétvégente, gyakran étkezünk közösen, szüleimmel, nagyszüleimmel, és anyukám ilyenkor mindig külön főzött nekem, tehát megkérdezte, hogy mi az, amit éppen fogyaszthatok, és akkor úgy készítette el a menüt, hogy rám külön készült. A sportot nem kezdtem el azonnal, a mozgással óvatosan indítottam. Elsősorban az ízületeimet féltettem attól, hogy megterhelem őket túlságosan, hogyha 95 kilósan nekiállok mozogni. Ezért vártam addig, ameddig úgy éreztem, hogy már szabadabban tudok mozogni. Ahogy mentek le a kilók, úgy szépen fokozatosan a jó idővel együtt én is elkezdtem kocogni. Nem tudok hosszú távokat futni, de 3-4 kilométert kocogva kényelmesen lefutok. Ezt hetente általában 2-3 alkalommal szoktam megtenni, és egy jó leső érzéssel tölt el az, hogy a súlyfeleslegem már egyáltalán nem akadályoz a szabad mozgásban. Tartottam attól, hogy hiányozni fognak az édességek, én csoki függő voltam, bevallom teljesen őszintén. Nagyon szeretem az édességeket, esténként rendszeresen rájártam a kis dobozkánkra, amiben tartottuk az édességeket, egy kis földi mogyorót, egy kis kesudiót, ilyeneket nasíztam. Ettől tartottam legjobban, hogy hiányozni fog. De az ellenségek, ezek a fehérjeporok annyira finomak, annyira jó íze van mindegyiknek, hogy az is örömet okozott, hogyha esténként kikeverhettem egy csokis kókuszos séket, és azt elfogyasztottam, teljesen hozta azt az élményt, mintha megettem volna egy szelet csokoládét. Később pedig, amikor már a fehérje szeleteket is lehet fogyasztani, az pedig teljesen csoki élményt nyújt, ahogy az ember kibontja a csomagolást és harap belőle, teljesen olyan érzése van, mintha egy szelet csokoládét fogyasztana. Vannak olyan rituálék az ember életében, amelyeket nehezen enged el, nekem ilyen például a reggeli kávézás. Amióta a diétát folytatom, azóta mindig vaníliás sékkel iszom a reggeli kávémat, bekeverem, és ugyanazt a fantasztikus élményt nyújt, mint hogyha egy habos-babos kávét innék. Tartottam tőle, hogy mint minden más diétánál itt is éhezni kell majd, de ez egyáltalán nem így volt, hiszen 3 óránként lehet fogyasztani egy séket. Sokszor inkább emlékeztetnem kellett magam arra, hogy folyamatosan nézzem az időt, és 3 óránként igyak, telefonomon be volt állítva az időzítő, és tudtam azt, hogyha jelez, akkor nekem most ahol vagyok, meg kell innom egy séket. Mindig nálam volt a sékerem, nálam volt a fehérjepor, és bárhol voltam, egyszerűen meg tudtam oldani az étkezést. Eleinte naponta 5-ször fogyasztottam a proteinsékeket, levesbe is kevertem, illetve a kávémhoz. Aztán később, ahogy telt az idő, és már fogyasztottam például proteinszeleteket is, úgy valamennyire ritkult, most naponta körülbelül 3-szor iszom meg a sékeket. Jelenleg 20 kiló fogyásnál tartok, most körülbelül annyi kiló vagyok, mint amennyi voltam 18-20 éves koromban. Rendszeresen figyelmeztetnek arra a barátaim, hogy lóg rajtam a nadrág. Valószínű, hogy ez a 20 kilós fogyás a ruháimon is meglátszik, úgyhogy kénytelen voltam lecserélni a ruhatáramat. És ahogy korábban mentem vásárolni, és az LS, XL-es méreteket nézegettem, 44-46-os nadrágot hordtam, most gondban vagyok, hogy mekkora méretet vegyek le a polcról, most már a 38-40-es méretek azok, amelyeket jónak találok. A kislányom most ez 13 éves, és az az új hobbija, hogy rászállt a ruhatáramra, és legújabb időszakokban az én ruháim között válogatja ki a napi szettjét. A kislányomnak is nagyon ízlenek az ellenességek, ő versenyszerűen sportol, és előfordul, hogy edzés után ő is szeret inni egyet-egyet ezekből a sékekből. Érdeklődnek egyébként a gyermekeim nagyon afelé is, hogy milyen ételeket fogyasztok, ezért igyekszem változatosan főzni, úgy, hogy ők is szívesen fogyasszák azokat az ételeket. Általában, hogyha látok egy új receptet az interneten és elolvasom, akkor mindjárt az jut eszembe, hogy hogyan tudnám azt a receptet ellenesztesíteni, és egy picikét a diétának megfelelően igazítani a hozzávalókat. Amikor belevágtam a diétába, felmerült az, hogy vannak olyan ételek, amelyekről végleg le kell mondanom, de ez nem így van. Az az igazság, hogy a nyáron én egy picit lazábbra vettem a figurát. Az volt a célom, hogy megtartsam azt a súlyt, amit addig elértem. Július és augusztus hónapban több turnusban táboroztattam, nyaralni is voltunk a gyermekeimmel, fesztiváloztunk, és így tovább.
és úgy gondoltam, hogy vannak olyan körülmények, amikor nem fogom tudni tartani ezt a szigorú szabályrendszert, ezért egy picikét engedtem ezeken a részeken, és úgy gondoltam, hogy néha egy kis bűnözés belefér. Amikor elmentünk a gyerekekkel a Balatonra nyaralni, akkor bizony én is megettem egy jó kis sajtos tejfölös lilahagymás lángost, mert úgy gondoltam, hogy ezt most megérdemlem. Mellette természetesen fogyasztottam a sékeket továbbra is. Úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan eleme van ennek a diétának, amelyek hosszú távon beépíthetők az ember életébe és tarthatók, anélkül, hogy le kellene mondanom bizonyos ételekről örökre. Eleinte nagyon szigorúan vettem a szabályokat, és tényleg mindent az utolsó betűig betartottam, ami nehézséget okozott, hogy nekem az első 3 hetes periódusba beleesett a húsvéti időszak, amikor végignéztem azt, hogy körülöttem a családom sonkát és tojást reggelizett, én pedig ittam a finom sékeket, tehát igazából nem viselt meg különösebben a dolog, mert addigra már jöttek az eredmények. És annyira látványos volt az, ahogy beindult nálam a fogyás, hogy ez annyira motivált engem, hogy egyáltalán nem volt probléma az, hogy én egy héttel elhalasztottam a húsvétot, és a pulykasonkát, valamint a tojást később fogyasztottam el. Rendszeresen írtam bejegyzéseket az LNS VIP csoportba, nagyon jól esett az, ahogy a többiek reagáltak arra, és rengeteg dicséretet kaptam. A visszajelzések pedig annyira pozitívak voltak, hogy gyakorlatilag nem volt ez számomra megerőltető. Mert annyi rengeteg visszajelzést kaptam, annyi pozitív megnyilvánulást, dicséretet, hogy ez motivált arra, hogy folytassam és kitartsak. Az LNS VIP csoport rengeteg segítséget nyújtott, számos receptet találtam például a csoportban, amelyeket otthon ki is próbáltam utána. Nagyon jó volt olvasni másoknak a sikereit, és nagyon jó volt megosztani a sajátjaimat, és nagyon örültem, amikor ezekre pozitív reakciókat kaptam. Rengeteget adott ez ennek a közösségnek az ereje. Tényleg egy összetartó társaságról van szó, segítjük és támogatjuk egymást. Ahogy mentek le a kilók, éreztem magamon azt, hogy én is sokkal nyitottabbá váltam, sokkal könnyebben tudtam más emberekkel felvenni a kapcsolatot. Az a véleményem, hogyha az ember saját magával rendben van, hogyha képes egy egyensúlyt megteremteni a saját lelkében, akkor másokkal is sokkal könnyebben teremt kapcsolatot, hiszen ez a kisugárzás, ez kifelé is látszik, az emberek ezt érzik, és sokkal jobban tudunk kapcsolódni egymáshoz. 20 kg-ot fogytam. Reggelente, amikor felkelek és belenézek a tükörbe, még mindig saját magamon is megdöbbenek, olyan, mintha nem én néznék vissza. Felhúzok egy ruhát, felöltözök, és azt látom, hogy szépen áll rajtam minden ruha. És sokszor még én sem hiszem el azt, hogy sikerült egy ilyen eredményt produkálnom. Régebben nem szerettem, amikor fotóztak, mindig bujkáltam a fényképeken, igyekeztem a hátsó sorba elhelyezkedni, vagy valamelyik gyermekemmel kitakarni magam. Most viszont kifejezetten keresem magam a képeken, és nagyon örülök, amikor azt látom, hogy jól sikerült rólam egy fénykép. Március 18-án kezdtem a diétát, 5 hónap alatt 21 kilótól szabadultam meg. Ez idő alatt rengeteg változást éreztem magamon, szeretek belenézni a tükörbe, szeretem azt, hogy szépen állnak rajtam a ruhák, sokkal energikusabbnak érzem magam, már nem okoz problémát az, hogyha a gyerkőceimmel végig kell tollasozni egy délután a játszótéren. Szeretem azt, ahogy étkezem, és szeretném ezt még nagyon sokáig fenntartani, és megtartani ezt a változást, amit elértem saját magamon. A legfontosabb szerintem az, hogy az ember fejében megszülessen a döntés, az elhatározás, mert onnantól kezdve mindenki képes rá. Itt vagyok rá én is az élő példa, 2 gyerek mellett egyedül értem el ezt az eredményt, ez bárkinek sikerülni fog. Ha pedig segítségre van szükségetek, akkor keressétek az LNS mentorainkat, hiszen ők azok, akik mindenben tudnak nektek segíteni, napi kapcsolatban tudtok velük állni. Én is rengeteget zaklattam erát, amikor egy-egy szakasz végére értem, mindig kérdeztem, hogy mit vásároljak, hogyan folytassam a diétát, és rengeteg segítséget kaptam tőle. Rendszeresen posztoltam a VIP csoportba, megosztottam a képeket, recepteket, tapasztalataimat a többiekkel. Ekkor keresett meg Évi azzal, hogy szeretném-e ezt mentorként folytatni, és a továbbiakban segíteni a diétázni vágyó társaimat ezzel a tapasztalattal, amelyekre én szert tettem az elmúlt 5 hónapban. A következő videóban arról fogok mesélni nektek, hogy milyen kérdésekkel fordultak hozzám eddig mentorátjaim. Milyen különleges, extrém, esetleg érdekes kérdések merültek fel.
még azt akartam elmondani, most eszembe jutott közben, hogy amikor volt a tavalyi karantén, akkor ugye az ember nem találkozott sokáig másokkal, és akkor volt olyan ismerősem, akivel összefutottam, és azt láttam, hogy hónapok elteltem utána, hogy úristen, mennyit fogyott, milyen csinos lett ez alatt az idő alatt, mint nőttem, és amikor ugye idén is volt ez a lezárás, akkor elhatároztam, hogy most én leszek az, akire majd döbbenten néznek a többiek. És ez meg is történt? Meg. Igen. Meg. Legutóbb a húgomnak a keresztszülei vágtak bele. Most ők kezdték el a múlt héten. A barátnőmet meg most arra sikerült megfűzni, hogy akkor ő is álljon neki. Nála sok volt a kifogás. Ide megyünk nyaralni, oda megyünk nyaralni. El most még ezt a hétet megvárjuk, még egy borkostoló, és majd utána. Úgyhogy, de most belevágott.